Sziasztok, köszöntök mindenkit, nagyon szeretettel, a nevem Szaszkó Csaba, és Csaba Televíziót nézitek. És most szeretném nektek bemutatni a magyar politikai új üstökösét, amely megjelent a politika égboltján, Gattyán György urat, akit itt láthatok a képen, ugye? És ővel szemben, ővel kapcsolatban nagyon sok információ kezdett felszínre törni az utóbbi időben, ugyanis az ő politikai pályafutása hát nem túlságosan régi. És én egy picit megmondom őszintén, utána jártam, mert az első pillanatban nagyon szimpatikusnak tűnt mind a személy, mind az a dolog, amiről beszélt. Csak hát aztán mindig a homokszem került a gépezetben, és szeretnék nektek ezt a homokszemet most megmutatni, úgyhogy ha lesz hozzá kellő türelmetek és kitartásatok, akkor meg fogjátok érteni, hogy miért igazából egy picit olyan, hát olyan fék az egész. Nem ő nagyon valódi, hanem maga az, amiről is szól van, és amiről a politikusok egy picit, nem tudom, szerintem totál tévúton járnak, de semmi gond, sincs segítő nekik megvilágosodni, ha már saját húzfőből ez nem jutott elő, nem jutott nekik igazából meg. Kezdjük is gyorsan. Gattyán György úr, hogyha Wikipédiát nézitek, 1970-ben született. Őről azért illik tudni, és itt most nem fogom nektek végigmondani, végigolvasni, hogy igazából Magyarországnak jelenleg is a harmadik leggazdagabb. Tehát azért itt egy leírja, hogy 2020-ban 280 milliárdos vagyona van neki, az azért egy nagyon komoly. Tehát ő azért Csányi Sándor és Mészáros Lőrincnek méltó betétársa. Annyit azért tudni kell róla, és akkor nagyon tényleg lekurtítva az egészet, hogy tényleg egy olyan karriert futott be, ami szerintem irigylésre méltó, mindenféle szempontból. Tehát ahonnan indult és ahová jutott, ez egy fantasztikus teljesítmény. Ezt nem szabad elvitatni tőle, illetve azt az önálló üzletemberi karaktert sem, amit képvisel. Tehát itt akárki akármit mond, igen, ő tényleg egy példa. Ezt nevezhetjük így. Semmiből épített egy milliárdos, több milliárdos és dollárba értendő céget, amely működik. Tényleg, ha megnézitek, és megnéztem, utána néztem, ha csak a munkavállalóit nézzük, akkor igen, megbecsüli őket, meg vannak fizetve, elégedettek az ő emberei, amiket lehetett találni az internet információk alapján. Ez a része neki, ez egy fantasztikus, sőt az is, hogy talán egyedüliként ő nagyon sok létrehozta a Gattyán Alapítványt, vett iskolát, furcsa módon, oktatásban, tehát ő a pénzét valóban olyan dolgokra is költi, amelyek a közjót szolgálják. És ez egy vitathatatlan tény. És erről igazából eddig azért ennyire nem hallottunk. Nézzétek, Prima Primissima alapítvány. Tehát gyerekeket támogatja, tableteket osztottak most szét a rászorulóknak. Szóval ez egy kifogástalan dolog, és ami nagyon fontos, hogy ő a saját pénzét, tehát hogy mondjam, a saját pénzét, ez egy butaság. Tehát ő az, aki például, és ez vitathatatlan tény, hogy őt rá nem lehet azt mondani, hogy ő az állampénzét költötte bármilyen szinten, vagy az állampénzét használta ilyen szempontból. Miért? Mert ő nem közbeszerzéseken indult. Tehát ő nem egy ilyen lölő szintű ember. Ő ennél sokkal több ennél. Na de nézzük, hogy is robban be itt mostan az újabb a köztudatba. A köztudatba úgy robban be, hogy Fidelikus Sándor, aki tudjuk, hogy hát elég furcsa karriert fut be mostanság a YouTube-on, csinált vele egy riportot. Ez egyébként azért érdekes volt, mert az előtte lévő megszólalását is ő vele készítette Gattyán György. Tehát ő itt novemberben gyakorlatilag, most nézzük, volt egy 311-es megtekintés ennek a videónak, egy viszonylag hosszú videóban gyakorlatilag beszélgetett Gattyán Györgyel, aki itt utalt arra, hogy a politikai porondra akar lépni, bár szerintem ez ennyire nem egyértelmű, így ebben a formájában, bár ezt nagyon sokan belemagyarázták. Én ennek a videónak az előzményét is láttam, ami 2013-as volt, ajánlom nektek is mindenféleképpen, közel hasonló dolgokról beszélt, csak hát nyilván akkor még itt a politikai szintér nem volt benne. Hát én szerintem nagyon értelmes, szimpatikus férfi, úgy, ahogy van, akiről még el is hihettem volna ez alapján, a videó alapján, hogy tényleg önzetlenül gyakorlatilag valamilyen szinten jobbá akarja tenni Magyarországot. Nyilván itt a digitalizáció van itt az ő zászlajára tűzve, amely picit azért furcsa önmagába véve, hisz ugye pártok nem csak egy témával szoktak indulni, semmi baj, én azt gondoltam, megelőlegezünk mindent, amit lehet, mert hát igazából mégis egy picit belekavar ebbe a, úgy, hogy Márki-Szay Péter is belekavart ebbe a politikai hegemóniába, amit volt, ez a szocialista, meg Fidesz, meg DGÁF, kicsit fölkavart ez az állóvizet, ami szerintem egy fantasztikusan jó dolog. De menjünk is tovább. Hát egyből itt azért kiderült, hogy néhány nappal a videó feltétele után, hát nyilván az újságírók is elkezdtek utánélni ennek a dolognak, hozom például nektek a HVG-t,
aki azért hát már óvatosan megjelent, és ez december 1-es, tehát ez az egy hét sem telt el, jöttek ki azok az információk, ami alapján kiderült, hogy hát az adóhivatal azért elég erősen, hát fogalmazzunk úgy, hogy próbálta hát Gattyán György cégeit nyilván, meg cégét úgy sarokba szorítani, megfejni csúnya szóval, és itt ilyen szinten, hogy ilyen 50-60 milliárd van zárlat alatt, tehát egy irtózatosan nagy pénzről beszélünk, főleg akkor, hogy itt a cikkben is leírják, igen, értetően, hogy 320 milliárdos volt. Azért a jövedelmének egy nagyon jelentős, vagy a tulajdonának egy jelentős része azért finoman fogalmazva is azért hát nem biztos, hogy úgy tud rendelkezni felett, ahogy kellene. Ez mindenféle képpen itt már felvetett egyfajta politikai összeférést, hisz ugye nagyon érdekes egyébként, mert a bal, tehát a, nem, nagyon sokat ne haragudjatok, most hirtelen elkanzott a gondolatom, ugye nagyon sokszor most fölmerül a téma a Fidesz oldaláról, hogy például a Bige László, meg a, hogy is, Bolyár Gábor azért támogatják például a Márki-Zay Péternek a, hogy fogják támogatni, meg támogatják a Márki-Zay Péternek a miniszterelnökké válását, fogalmazunk, a kampányát, mert hogy valamilyen pozíciót válnak tőle. Na most itt is érdekes kérdés, itt azért nem kérdez, nem nagyon mondja a Fidesz oldal, hogy bezzeg a ugye a Gattyán György valamilyen pozícióra áhítozik, és azért támogatja. Na, mindjárt látjátok, mit csinálnak egyébként, egy agymenés, ugye, hogy van. Szóval az a lényeg, hogy itt van egy nagyon komoly anyagi ok is lehet, amivel igazából esetleg nem zsarolható, csak egyszerűen lebartelezik, és azt mondják, hogy ha például a Fidesz maradt hatalmon, akkor ezt a pénzt, ugye 50-60 milliárd forintos pénzt eltekintünk tulajdonképpen, mert hát azért a magyar kormánynál ez elképzelhető volna, de menjünk is tovább, hogy milyen hírt találunk még róla. Hát ez egy még frissebb, mert ez egy december 2-ai hír, hogy Gattyán György már plakátokon is kampányol. Hát kampányol, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugyanis ez a hír, ez egy DK-snak, politikusnak, a Cegléd Csabának, aki szerint koncepciós per zajlik ellene a Fidesz által, na éppen ő találta meg ezt a plakátot, nyilván más is meg fogja találni, és mutatom is nektek, tehát ez egy nagyon érdekes. Ami érdekes valóban benne, a plakáton, és akkor most ezt a ceglédi ügyet, ezt engedjük el, mert ezek egy ilyen, tényleg nem is tudom, ezek már nagyon bonyolult dolgok, hogy az a lényeg, hogy itt láthatjuk, hogy Gattyán plakátja a magyar kormány plakátja mellett van, ami valóban hát egy elég különlegesség, azért oda feljutni nem egy egyszerű történet. Itt a cikkben is ugye utalnak arra, hogy hát ehhez a pénz is kevés volt, mert nyilván ehhez kellett egyfajta kormányzati, hát hogy mondjam, engedélye Orbán Viktortól, akár személyesen, hogy hát azért ilyen szinten menjen ez a dolog. És utána gyorsan találtam is nektek egy Origós cikket, ez még november 28-ból, aki szerint, ez azért érdekes, hogy azért a kormánypárti szavazókat mivel traktálják, azt mondják nekik, hogy újabb jelölt lett a bal oldalon, hogy Gattyán, hogy mitől lett baloldali, ezt ember nem mondja meg egyébként. Tehát ilyen szempontból szerintem ezt nagyon nehéz lehet elmagyarázni a Fidesz szavazóknak, de hát legyen így. És igazából itt az Origós cikknek az a sajátosság, hogy igazából minthogyha le akarnák váltani a bal oldalt, ja, de is itt egy nagyon fontos dolog, és a mögöttem lévő háttér az nem véletlenül. Nem véletlen. Ugyanis azért van ez a háttér, ugyanis itt ez az Origós cikk nagyon jól leírja, hogy a pornócsatornákból meggazdagodó Gattyán azt mondta, itt a lényeg a pornócsatornán van. Ugye több beszélgetést hallgattam ugye a kormánypárti oldalról, ahol azt mondták, hogy mert a pornóból lett ilyen ember. Nem sici volt, maradjunk ennyiben, kihasználta a számítógép, adta lehetőségeket, ugye, hogy van igen nagy pénzt kockáztatott, befektetett és nyert, ennyi, pont mondat bezárva. Még mindig elfogadhatóbbnak tartom, akármilyen szinten, itt sok mindent belőle lehet magyarázni, mert a nők kizsákmányolása az interneten keresztül, meg hasonló. Most gondoljatok bele, ez az ember lényegében cirka-birka 10-20 év alatt fölépített egy több száz milliárd dolláros birodalmat úgy, hogy igazából nem az állam pénzét használta. Tehát ezért gondoljatok már bele, amikor Mészáros Lőrinc gyakorlatilag a ti pénzeteket lopja el technikailag, valamilyen szinten, meg az egész, nem csak a Fidesz, és itt nagyon fontos megjelzni szerintem a másik oldal is, ha most oldalba kell gondolni, pontosan úgy, hogy a ti adófizetők pénzéből veszi le. Gattyán Györgynek ez nem adatott meg. Ő neki a piacról kellett megélni. Tehát ő hozott egy innovációt, amit igen jól kihasznált, ennyi.
Ott fizetsz egy szolgáltatásért, hogy ilyen chatszobákat üzemeltetnek, a livejazmin.com-ot konkrétan, ez a legnagyobb hogy mondjam, befektetése neki, és gyakorlatilag hölgyekkel beszélgetsz, csetelsz, és utána elmehetsz privát chatszobába, ahol hát nyilván lehet, hogy kérhez tőlük olyan dolgokat, amiket hát finoman fogalmazva, és hát elég erotikus tartalmak ezek a dolgok, aztán tudsz csak beszélget mindenki velük. Tehát a jobb oldal az azt mondja, hogy mert hogy a pornóból lett gazdag, Istenem, ez egy ilyen játék. Én ennek nem látok annyi kivetni valót benne, de menjünk is tovább, mert ne akadjunk itt a pornónál re, viszont az erotikus tartalmat a hátam mögött valóban láthatjátok gyöngéden. És akkor menjünk rá gyorsan, gatyán jönnek a Facebook oldalára. Azért érdekes, mert az emberek nagyon sokszor ugye a Facebookon élnek legtöbbször. Na most, hogyha megnézitek, ez most lett megnyitva, és mindig ott tartunk, hogy ilyen 2020-as bejegyzésről beszélünk. 2020. szeptemberi bejegyzésről beszélünk, és nagyon minimális követővel ahhoz képest, amiket itt ugye magyar, hát akármilyen politikus, akár egyszerre fronton látunk. Tehát egy német szilárdnak sincs lehetően sokkal kevesebb vagy több követője, maradjunk ennyivel. Mindegy, nem is az a lényeg. Itt egy más érdekességet szeretnék nektek bemutatni. Méghozzá az, hogyha lejegurítjuk, itt nagyon fontos már megjegyezni, hogy itt pont egy olyan képet láthatunk, amelynél egy nagyon fontos dolgot szeretnék majd kiemelni, hogyha itt rámegyünk a képekre, akkor itt ugye Gattyán Györgyről azért annyit tudni kell, hogy ő neki van egy új, hát nevezzük ezt új érdekeltségnek, van egy új sport, amit techballnak hívnak, egy görbített pingpongasztalon játszák tulajdonképpen labdával, focilabdával, és ő ennek a, ez egy innováció is maga az asztal, és ennek a sportnak az egyik mecénása lényegében, mert két magyar úriember találtak ki, és hát lényegében ezt a sportot Gattyán György is felkarolta. Lényegében anyagilag nyilván támogatja és szponzorálta, és nagyon fontos dolog, ha visszautalok a Fidelikuszos beszélgetésre, ez ott el is hangzik, hogy ez egy milliárd dolláros bevételről van szó. Tehát itt ezt a sportot fel akarják fejleszteni, egészen olimpiai sportággá akár, tehát itt egy iszonyatosan nagy pénzről van szó. Tehát én ez, amit talán nem vett észre, sokan nem vettek észre ezt a vonalat, nekem ez tűnt föl egy picit, és megmondom miért, mert a beszélgetésben elhangzik egy rész a Fidelikuszban, Fidelikuszosban, ahol arra utal, hogy az ő neki az egyik, mondjuk úgy, hogy partnere a futballban érint. Tehát a futballnak, mint sportágnak a támogatója, meg hát nyilván abban szerepe van ennek az ő egyik partnerének. És nekem ez volt az a talán egy mondat, ami felkeltette a kíváncsiságomat, ami miatt ez a videó egyébként elkészül, mert ez az a gondolaton mentem végig, és jutottam el odáig, hogy megnézhetjük itt Szijjártó Pétert. Hogy jön majd a képbe Szijjártó Péter? Vissza fogunk rá térni, de maradjunk csak a techballnál. A techball, itt láthatjuk, megnézitek a Wikipédián, kicsit lejjebb jöttök, ugye ez a labdarúgás használata, és itt van a megalkotója, Borsányi Gábor, Huszár Viktor és Gattyán György. Tehát ennek a techballnak, mint sportágnak a megalkotóiról van szó. És akkor utána, hogyha tovább megyünk, akkor láthatjátok itt ugye a Gattyán urat, meg az egyik partnerét. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a sportnak, ennek a techballnak jellemzően a színe a narancsárga. És akkor utána, ha kicsit populista akarnák lenni, látjátok itt minden, a kutyafüle is narancsárga, akkor a Fidesznek is a színe narancsárga. Ez a origós, elnézést, ez origós összefüggés. Tudjátok, hogy a techballnak akkor az alapszíne a narancsárga, mind pólóban, mind asztalnál, a lábaiban, minden, és a Fidesznek is akkor ez már lehetne egy ilyen, szerintem egy tök jó hír volna, egy jó fejlécce meg lehetne az origóba csinálni, hogy hú, akkor kinek, csak hát az a baj, hogy itt ugye az origó lehozná azt, hogy a Fidesz támogatja a Gattyán György sportja, az úgy egy kicsit azért cinkes volna, de ne menjünk tovább, menjünk csak vissza ide Szijjártó Péterre. Ugyanis Szijjártó Péter nagyon érdekes volt, most volt Oroszországban, és elnézést, hogy ez egy nagyon kicsit lehet, hogy csapongó videó, de nagyon sok információ van benne. Tehát amit tudunk, hogy a Szijjártó Péter, ő külügyminiszter, repül össze-vissza, 8-szor körbe forogta már a földet, mindenki boldog is tőle, és ő felrakott a múltkor egy videót, amit én megláttam, hisz hát ezeket a prominenseket azért illik követni, meg ránézni minimum. És ami nagyon érdekes volt a videóban, aztán egy képsorozat is volt hozzá, de én azt mondom, hogy nézzünk bele először is ebbe
a videóba, remélem jó fogok megnyitni. Let me introduce to you to the players. Yeah. Jó napot, uraim! Az orosz egészségügyi minisztert mutassam be, neki köszönhetjük a Sputnik-oltást. A miniszter úr ilyen még nem látta Sputnik-oltást. Návi Sorjó Szabdását. És megállítom egy pillanatra, ne haragudjatok. Tehát most járunk 2021. november 26-án a videó alapján, ez 16 órakor lett fővel, Obnénzbach, a Kaluga területen Oroszországba. Amiről azt érdemes tudni most hirtelen, hogy arról semmit. Érdekes maga a terület, az viszont igen, hogy a magyar külügyminiszter, ugye, aki Magyarországot képviseli, részt vesz egy sport bemutatón tulajdonképpen. És a sport bemutatón az orosz félnek, itt például az egészségügyminiszternek, mutatja be ezt a sportot, meg hát nyilván nem csak neki, hanem másoknak is. Na és akkor innentől kezdve jön a történet benne, hogy amikor ezt a videót először megláttam, akkor azt hittem, hogy kitérek a hitemből, de aztán utána rájöttem, hogy nem kell. Most itt, hogy megállítottam, hogy jobbra a fiatal embert, ott nem tudom, látjátok-e, van egy pulpitus, egy tekbal felirattal, most az, hogy ennél többet nem fogunk bele itt most látni, de nekem az a fiatalember valahonnan ismerős volt. És nem is értettem, a techból, meg bemutató, eleve nem is értett, hogy egy külügyminiszter miért promótál gyakorlatilag külföldön egy sportágat. Azért ez nem biztos, hogy a profiába, még ha sportos is, azért ez belefér. De pillanatra nézzük csak tovább. De akkor a kapitánynak szeretném adatni. Azt szeretném kérni, hogy... Oké, itt ezt hagyjuk ismeritével, hogy átadásról van szó, egy ilyen ajándék átadásról. Úgy a fülel is indult, hogy miért mit keres a Szijjártó Péter mellett, ugye gyakorlatilag ez a Techball nevű dolog itt a bemutatóba, nem is értettem, de aztán tovább mentünk, és akkor meg kellett nyitni ugye ezt is, és akkor itt van egy fénykép sorozat, a fénykép sorozatban pedig gyakorlatilag itt láthatjuk azt, hogy remélem látjátok, igen, itt a Szijjártó Péter ki is állt, tehát ennél magasabb szinten egy sportjáték, egy játékot azért bemutatni külföldön, ugye Oroszországban azért nem nagyon lehet. Ugye maga a miniszter beszél az asztal előtt, ami narancsárga lábakkal van, narancsárga háttér. Szóval a Fidesz egy sportág lesz, vagyis hát a Fideszből lehet egy sportág is tulajdonképpen. Itt ugye a fényképek, és itt van az a fiatal ember, akiről beszéltem ott a mikrofon előtt. Őnek később majd azért lesz egy petnyi jelentősége, tehát ő is azért prominens, csak másképpen. És akkor gyakorlatilag techból. Hát, és ezt gondoljátok bele, ott van a Magyar Köztársaság címere, meg ilyenek, szóval azért ne haragudjatok már, azért én soknál nem láttam ilyen, de biztos, hogy van egyébként, és itt megint milliárd dolláros üzletről beszélünk, mert ez a sportág elterjed, ugye veszik az asztalokat, a licenszeket, fölkerül különböző helyekre, ez rengeteg pénzt fog hozni a három alapítónak. Csak hát azért tudjuk, hogy itt azért a magyar kormányok vannak olyanok, akik szeretnek, hogy mondjam, ilyen még találmányokért is fölvenni pénzeket, tehát ez egy külön kicsit érdekesség a dologban. És akkor itt menjünk is egy pillanatra tovább. A techballnak ugye vannak ugye prominensei, és az egyik prominense, ugye a megalkotók között láthattuk az előbb, Huszár Viktor urat, akiről annyit kell azért tudni, annak túl sokat nem fogunk igazából vele most foglalkozni, de egy dolgot igen megjegyzünk, méghozzá. Jelenlegi pozíciók, és akkor itt kicsit legurítottok, lejöttök oda a negyedikhez, DME, utcáklub, sportegyesület elnöke. Opszi. Nem rémlik valami futszál, tudjátok, ez a, nem tudom, én még sose láttam szerintem olyan meccset, de nem is ez az én problémám, de ő egy futszálklubnak az elnöke. Van egy másik, és az úriembert láttuk bizony a videón. Bizony, Borsányi Gábor, a Techball társalapító ötletgazda. Bizony. Gyakorlatilag azért, és itt látjátok itt a narancságát, azért ezt nehéz lenne tagadni, hogy igazából a Szijjártó Péter és a Borsányi Gábor gyakorlatilag együtt bemutatták az orosz közönségnek nagyon magas politikai szinten az ő találmány. Szóval azért ezek után azt mondani, hogy ez az új üstökös itt a magyar
politika egén, hogy Gatyán Györgyül valami Auslander lenne, aki csak így most hirtelen belecsöppent ebbe az egész, és akkor apám most holnaptól kezdve, igaz, hogy eddig meg sem szólalt, hogy évekig, évtized telt el, hogy ennyi alig lehetett róla hallani bármit, mert ő szépen diszkréten csinálta a dolgait, ez egy nagyon helyes dolog. Most meg úgy berobban, és akkor hát ennyi gyerekek. Minden összeér valahol. Erről szól az egész, a sportról. Bizony. Higgyétek el nekem, a sportról szól az egész. Az nagyon sok pénz van benne. És most az a Szijjártó, ha véletlenül elbukna a Fidesz, utána látnánk 2 hét múlva, mint a Techbolnak a sportnagykövetét valahol, akármilyen országokban, ahol kialakított kapcsolatot, nem lepődnénk meg. És közben ugyanúgy milliókat keresne ezen a történeten. Csak akkor nem a magyar Magyarország képviseletében járna, ennek a sportnak a képviseletében. Így folytatná a karrierét a sportvonalon. Szóval ez azért egy picit cinkes szerintem innentől kezdve, és akkor itt mutatom is nektek, csak mielőtt hát azt gondolnátok, hogy most itt utcálos történetet valahol. Igen, ez erre megy ki. Ott van a külügyminiszter úr, éppen ezt a labdát kergeti, és akkor így gyakorlatilag, ha eljövünk, akkor rá kell jönni, hogy hát igen, bizony itt akkor támogatják ugye ezt a sportot igen nagy pénzekkel, tehát ne legyen kétségünk arról, hogy a csapattal korábban gyakran pályára lépett Szijjártó Péter, és 2016-ban letette a labdát. A futszálban. És láttátok ott az úriembert, a futszál csapatnak volt az elnöke, tehát ők tuti, hogy ismerik egymást, onnantól kezdve a másik úriember, ez a Borsányi Gábor úr, ugye, meg hát nyilván ismeri ezt, tehát ez gyakorlatilag így teljes egészében magyarázható, ez egész a sportról szól. A Szijjártó Péter felől. És akkor jön még egy külön unikum ebbe, és ez nagyon fog tetszeni nektek, hogy a magyar kormány milyen érdekes dolgokat tud felkarolni. Ez annyira érdekes, hogy elmentem egészen, látjátok, Magyarország nagykövetsége, Moszkva. És ez egy szuper dolog, ugye látjuk itt a konzulátusnak a honlapját, a Facebook oldalát, elnézést. És akkor nagyon aranyos volt egyébként, mert ez azért, én azt gondolom, ezek fontos dolgok, konzulátus és nagykövetség, és bizony, tessék csak lejjebb gurítani, ne sajnáljuk igazából az időt és energiát, hopp, itt állunk, hopp, még egy picit, obnézve van Szijjártó Péter, itt azért ugye kevesebb beosztás van, és akkor nézzétek, bizony a magyar nagykövetségnek a Magyarország nagykövetsége Moszkvába, ott is föl van rakva gyakorlatilag ez a videó, amit az előbb láttunk. Tehát innentől kezdve, gyerekek, azt mondani, hogy a Gatyán György úr nem a Fidesz-el bartelezett le valamit, és annak közreműködésével jön ez az egész bohóckodás most itt a politikai fronton, ez ki van zárva. És akkor jöjjünk le még jobban, mert egyébként aranyos volt még a dolog. Itt ugye megérkezik ugye a Szijjártó Péter még egy picit. Hopp, csak egy kis unikum nektek, ki az ott balra. Kiadottban. Bézony, Cecília asszony. November 26-án nem volt vírus Magyarországon. Épp tiszta egészségű fő. Tehát a főorvos asszony is elment. Egy kicsit kirándult. Azért ez egy picit engem zavar. Egyébként a videón, amit akkor elmutattam, azon is föl lehető volt. Ott ült a közönség között és nézte ezt a rövid bemutatót. Tehát azért ez egy szégyen az ő rán nézve, hogy azért ennyire foglalkozik a magyarokkal egyébként. Picit több mint 30 ezeren már meghaltak egyébként itt Covid-ban, de ne zavarjon, segítő ráér kirándulgat. Ne haragudjatok, ennyi populizmus hagy férjen már bele, úgy van. És akkor menjünk egy picit még lejjebb, mert itt lesz a lényeg valahol. Hoppá! És ismét ott tartunk, Magyarország nagykövetsége, Moszkva. És hát gyerekek, hát szóval megint a Techbolt reklámozza a nagykövetség a saját a Facebook oldalán. Nekik ne haragudjatok, én értem, hogy magyar meg minden, de azért, na, ne legyen. És akkor még egy, ezért jöttünk egyébként ide. Ezért jöttünk ide. Tehát innovatív magyar sportág Oroszországban is hódít. Oleg Maticsin, orosz sportminiszter is örömmel próbálta ki a Techból asztalt, amit az orosz sportminisztériumban, hát Borsányi Gábor úr, a Nemzetközi Techból Szövetség elnöke és Konkoly Norbert nagykövet. Meg. És ott a rúgondó Ciril fordítva. Szóval ne vicceskedjetek már nekem. Ezek után azt mondani, hogy ez nem egyértelmű utalás arra, hogy gyakorlatilag a Gatyán Györgynek a projektje az honnan származik. Gyerekek, ennél szemletesebben már nem lehet szerintem bemutatni. És aki ezt nem veszi figyelembe, legyen bármelyik oldalon, az ne haragudjatok egy picit olyan felelőtlenség. Szóval ez eddig tartott ez az üstökös
Az ennyi volt. Szóval ne legyen hiú ábrányos senkinek. Az úriember egyébként azért mondom, én nagyra tartom, tehát amiket elért, meg láttam, amiket olvastam, meg utánéztem, ez egy fantasztikus teljesítmény, de ez ennyi. Ez ennyit tud. Szóval ennyi lett volna a videó, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem segítettem eligazodni ebben a Gattyán György sztoriban. Amennyiben tetszett a videó, még lehet tetszikelni, addig tetszikeljétek, esetleg iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, jó pihenést, sziasztok!